Szerbusztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban innen a Mon Parktól. Sétálunk igen hazafelé, vagyis nem csak sétálunk, hanem közlekedünk hazafelé, és hát igen, úgy volt, hogy csinálok egy reakció videót, hiszen megszoktátok, hogy minden hónap első videója az reakció videó, de ennek a hónapnak az elején ez elmaradt, hiszen nem volt mire reagálnom. Most viszont rengeteg olyan komment gyűlt össze, amire mindenképpen szeretném válaszolni, úgyhogy hát kezdjünk is. Igen, nem hoztam a stabilizátoromat, mert ugye nem így készültem, nem ez volt a programom, hogy én itt sétálgatok a városban, hanem nyilván dolgom volt, de összegyűjtöttem nektek azokat a kérdéseket, amikre meg szeretnék válaszolni. De itt van az első, biciklis futár nem szeretnél lenni? Elég jól lehet vele keresni. Ezt kérdezték tőlem még hozzá abban a videóban, ahol ugye bemutattam az új óbudai bicikli utat, és nem szeretnék biciklis futár lenni. Volt egy időszak, amikor gondolkoztam rajta a Covid alatt, hogy én is belevágok ebben, mert úgy láttam valóban, hogy ez a szakma az, ami most felkapott így a járvány időszakba, hiszen az emberek nem tudnak elmenni étterembe, nem tudnak normálisan elmenni boltba, és akkor talán lehet vele keresni, de rengeteget utána néztem, és én nem szeretnék se egyéni vállalkozó lenni, és nem szeretném azt bejátszani, hogy csak akkor van pénzem, hogyha tényleg nagyon jó fuvarjaim vannak, és fizethessem magam után a tévét. Nekem tökéletesen megfelel az alkalmazotti jogviszony, illetve ugye itt nem csak a jó időben, a szép napos időben, mint amilyen most is van, kell biciklizni, hanem természetesen a fagyban, a hóban, a sárban, az idióta közlekedők között veszélyeztetve az életemet, mint például itt az Alkotás úton tekerhetek az olyan autósok közül, akik nem szeretik betartani nagyon a kressz szabályokat, úgyhogy nem szeretném veszélyeztetni az egészségemet. Nekem megfelel ez a munka, amit én most csinálok. A második ilyen komment, amit kaptam, hogy a dohányzásról nem a tabletta fog leszoktatni, hanem az akaraterő, az elszántság, magyarán az elméd ereje, vagy épp gyengesége. Köszönöm szépen a bölcs szavakat, illetve hát ugye a biztatást. Természetesen vagy félreértettél engem, sőt tuti biztos, tehát vagy rosszul fogalmaztam, vagy nem értetted, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani abban a videóban. Nyilván az akaraterő megvan, hiszen akkor nem mondtam volna azt, hogy le akarok szokni a dohányzásról, de azt vegyük figyelembe, hogy nem vagyunk egyformák, mindenkinek más a szervezete. Valaki le tudja egyik percre a másikra tenni, tehát valaki el tudja határozni, hogy ez volt az utolsó, és nem gyújtok rá soha többé egy több szál cigarettára. Valakinek viszont ez egy hosszabb folyamat, tehát először le kell csökkenteni a mennyiséget, és én az utóbbiba tartozok, tehát először le kell csökkenteni a mennyiséget, és a gyógyszer az ahhoz kell, hogy rásegítsen erre, hogy a hiányérzet ne legyen meg. És maga a nikotin hiányérzete, tehát nem az, hogy nem gyújtok rá, mert nyilván, látod, most sem cigizek, éppen jelenleg pedig megtehetném, hanem maga a nikotin érzés ne jöjjön elő, ne törjön rá az emberre. És én az utóbbiba tartozok, tehát én 10 éve dohányzok, és nem ilyen parti dohányos vagyok, aki 100 évente rágyújt egy cigire, vagy aki csak 2 évje szívja ezt az egészet. Úgyhogy megvan az akaraterő, viszont tényleg kell az a gyógyszer ahhoz, hogy segítsen abban, hogy ezt a hiányérzetet csökkentsen. A következő komment pedig a ráckevei videómhoz érkezett, ugye, amit tegnap forgattam, és hát olvasom a kommentet, hogy mit írtak ide. Azt írja, ez nem egy tó, ez a ráckevei Duna. Kíváncsian mentem a vlogodba, de sajnos csalódtam, a legizgalmasabb helyét a H6-nak kihagytad, mint például a Dunaharaszti vasti hidat. További szép estét, ezt a kommentet kaptam, és nyilván ugye erre reagáltam még a tegnapi nap folyamán, és ugye jött egy válasz is, hogy félre ne értsem, ő nem degradálni akart, engem építő jellegű kritikát akart megfogalmazni, hiszen szereti a vlogjaimat. Értem én, csak én nekem ez ilyen degradálásnak jött le így elsőként, de egyébként semmi baj, válaszolok, és szívesen válaszolok ezekre a dolgokra, ugye itt a vlogban is. Ugye nyilván itt a tegnapi videónak nem az volt a célja, hogy a teljes H6-os hévvonalat
bemutassam nektek, hanem gyakorlatilag, ahogy említettem is, annak a videónak az elején, ugye én már bejártam a közvágóhídtól Szigethalomig a vonalat, illetve több videó is volt róla, úgyhogy ha a csatornámat megnéztek, akkor rengeteg felvétel van. Most nem fogom megint végigsorolni, hogy milyen alkalom akkor mentünk ki, és ennek a videónak nem volt más célja, mint hogy az általam még nem ismert szakaszt felfedezem Szigethalom és Ráckeve között. Nyilván, mivel Dunaharasztinál száll fel a kalauz, mert általában a nagyobb állomásokon van ez a csere, mint például itt a Szentendrei vonalon és Békáson, emiatt gyakorlatilag olyan szerencsétlenül jött ki a helyzet, hogy akkor ért oda a kalauz elkérni a bérletemet, és nyilván én nem mondhatom neki, hogy várjál már, ne kérjed már el, mert éppen videózok, hanem nyilván meg kellett mutatnom, így az utolsó percben tudtam már csak előkapni a kamerát, és ezért sikerült csak így ez a felvétel, de remélem ez a kis hiányosság azért nem volt akkora nagy csalódás mindenki számára. Valamint ugye igen, a Ráckevei Dunát pedig félrenéztem, nem volt helyismeretem, először jártam ott, a térképen nem néztem meg, hiszen mással voltam elfoglalva, meg siettem is, és nyilván ugye, mivel van egy ilyen öblös része ott, emiatt én ezt tónak néztem, ugye meg egy nagyon pici stégen álltam, hiszen tele volt horgászokkal, tehát nagyon nem volt lehetőségem ott jobban körbejárni a dolgot, hogy rájöjjek, hogy ez a Duna, illetve hát nagyon tisztának is tűnt. Úgyhogy én erre ennyit tudok csak reagálni. És egyébként a végére hagytam a csúcs kommentet, a csúcs kategóriát, úgyhogy itt több részletben szeretnék reagálni, így meg is fogom majd szakítani időközben, mert elég hosszú a komment. Azt mondja, semmi bántás, hát mindig így kezdődök, hogy semmi bántás, de tavaly is ez volt, tavaly is ez a bicikli kerék. Hát ugye arra gondol, itt arról a videóról van szó, már megint, ahol a óbudai bicikli sávot mutattam be, és ugye beszámoltam róla, hogy 8-as van a bicikli kerekében, ezért gyalog mutatom be, és nem bringán ülve ezt a új bicikli utat. Igen, bicikli kerék probléma, és mindjárt elmondom, hogy miért, még azóta sem javítottam, megképzeld el, hiszen itt jön a következő komment, hogy és közben évek óta ez a tróger minőség, miközben egy szaros Xiaomi Y-i 4K Action Cam 30 000, használtan meg egy iPhone XR 70 000, ami 10-szer jobb videót vesz. Mik a prioritások? Ha melózol, bele kell férnie, vagy akkor engedd el. Ez a komment érkezett ide. Hát akkor reagálok. Egyébként nem tartozok senkinek elszámolással, már ne haragudj. Még a saját barátaimnak, rokonaimnak nem tartozok elszámolással. Nem, hogy egy nézőnek. Főleg úgy, hogy egyébként nem egy szolgáltatásért fizettek, tehát ingyen néztek a YouTube csatornát. Annyi, hogy néhány reklámot kell maximum megnézni, de egyébként egy forintot nem kell érte fizetnetek. Az, hogy van támogatási lehetőség, az teljes mértékben mindenkire rá van bízva, hogy éle a lehetőséggel, és igen, ezt arra fordítjuk, hogy fejlesszük a csatornát, és egyébként elmondom nektek, hogy a YouTube bevétel sem olyan magas, bár senkinek semmi köze hozzá, de márciust írunk, és legutóbb decemberben kaptunk ilyenfajta támogatást a csatornán. Szóval nevetséges az, amit a YouTube fizet a reklám bevételért cserébe, és azért, mert nyilván nem vagyok felkapott. És hogy miért nem vagyok felkapott? Azért nem vagyok felkapott, mivel már olyan témába léptem bele, ahol már nagyon sokan vagytok, és nagyon sokan csinálják ezt a közlekedési vlogot, ezért próbálkozok mindig más dolgokkal is, hogy ne csak erről legyen videó, és mondom, legutóbb decemberben fizetett a YouTube, bár ehhez senkinek semmi köze, apró pénzt, amit szintén a videózásra fordítottunk, tehát én nem piára meg kajára költöttem el, hanem például többek között ez be volt forgatva a prágai utazásba is, úgyhogy visszakaptátok az élményt abból a pénzből egyébként, ami nem illetett volna meg
egyetlen nézőt sem, hiszen gyakorlatilag az az én saját bevételi forrásom lenne, tehát azt elkölthetném kenyérre vagy bármi másra. Az egyetlen dolog, amiért én megkérdőjelezhető lehetnék, az gyakorlatilag a támogatások, tehát az ilyen Superchat, PayPal Patreon ez nincs is, de Superchat van, tehát ilyen szuper köszönet, azért felelősségre lehetne vonni, meg lehetne kérdőjelezni, de elmondom nektek, vagy max a csatornatagságok, de elmondom nektek, hogy egy vagy kettő csatornatag van, és egyébként nem 40 ezer forint egy csatornatagság, tehát nyilván nem ebből élek én meg, valamint egyszer küldtek szuper köszönetet, amit én nagyon köszönök és hálás vagyok a mai napig érte, és egyébként annak az összegét én félre is tettem, tehát akkor hogy várjátok el, hogy fejlődjön a csatorna? Igen, itt jött ez a komment, hogy gyakorlatilag, hogy mik a prioritások, meg hogy dolgozok, akkor miért nincs erre pénzem. Én elmondom nektek, hogy igen, nekem vannak sokkal fontosabb kiadásaim is, mint a lakhatás, a megélhetés, vagy bármi más, amiről én nem fogok neked elszámolással tartozni, és igen, nem keresek milliókat, hogy beleférjen egy iPhone. Úgyhogy ha nem tetszik, akkor nem kell nézni a csatornát, tehát én erre nem tudok mit mondani. Én megmondtam, hobbi szinten csinálom a videózást, nekem ez nem a vállalkozásom, ahogy a leghíresebb youtubereknek, tehát nyilván így ne várjatok csúcskategóriás minőséget. Amint van, mindig lehetőség, én fejlesztem a csatornát, hiszen nem mondjátok, hogy soha nem fejlődött a csatorna, gondoljunk csak a stabilizátorra, amikor beszereztem, azt is azért tettem, akkor szereztem be mikrofont is, mikroportot, ami ugye hát nyilván nem használt, de nyilván mellé nyúltam, valamint ez nem az első telefon, amivel kezdtem a videózást, hanem ez már a második, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy én soha nem fektettem bele a csatornába, illetve most is fejlődtünk, hiszen nem a Budapest bérletet veszem meg, hanem csak azért a Vármegye bérletet, hogy tudjak nagyon jó videókat gyártani nektek. Úgyhogy összességében így ennyit szerettem volna reagálni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ennyi lett volna, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! És tudom, hogy már elköszöntem, de még valamit hozzá szerettem volna fűzni az előző kommenthez, illetve véleményhez, hiszen nagyon sokszor megkaptam azt is, hogy 720p-ben rakom fel a videókat 2024-ben. Hát igen, képzeljétek el, ez azért van, közben elmegy itt a hév mellettünk, ne zavarjon be. Szóval ez azért van, mert nem vagyok Rócsirnak a fia, és egy telefonnal rendelkezem. Nyilván a saját telefonomat használom videózásra, nincsen külön erre a célra kamerám, hiszen én is csak egy dolgozó ember vagyok, és tudom, hogy most már vannak olyan telefonok, aminek rohadt nagy a tárhelye, de ez még egy 2019-es telefon, aminek 32 GB belső tárhelye van, és így is 32 gigával maximálisan van bővítve a telefon, de ugye rengeteg fotón, videón van, hiszen a saját privát emlékeimet tartom rajta, és igen, ezeket nem fogom azért letörölni, ezeket az emlékeket, meg bármi ilyesmit tenni, mert hogy videózzak. Igen, tudom, kell egy külső Winchester, nyilván ez is pénz és befektetés, és igyekszem fejleszteni a csatornámat, tehát nem azt mondom, hogy én nem szeretnék fejlődni, meg fejleszteni a csatornát, de idő kérdése, úgyhogy adjatok erre időt szerintem, és változni fog a csatorna. Nyilván én sem szeretem 720p-ben fölrakni, de ugye sokszor pont azért kényszerülök rá, hiszen az 1080p az sokszor nagyon nagy tárhelyet foglal, és nem a telefonnak a kamerája rossz, mert egyébként tudja az 1080p-t, mert ha visszanéztek a régebbi videókat, ugyanezzel a telefonnal képes voltam 1080p-be nagyon szép kép minőségben fölrakni a videókat, csak ugye évek során betelt a tárhely. A lényeg az, hogy dolgozunk ennek az elhárításán, és szeretnék is fejlődni. Adjatok rá időt, és hát
aki tudja, az támogassa a projektet, de nem kötelező továbbra sem, úgyhogy ez egy ingyenes hobbi csatorna. Ennyit szerettem volna még elmondani, megvárom itt a hévet, és egyébként elbúcsúzom tőletek. Sziasztok!